Sziasztok! Tudom, hogy van egy Star Wars készlet, amit már nagyon sokan vártatok, hogy bemutassak, hiszen jó pár hete, vagy már hónapja, hogy ilyen short videókban mutattam kis részleteket az építésből, és most érkezett a pillanat, hogy egészében elkészült verzióban láthassátok ezt az elég komoly méretű készletet, ami nem más, mint a 10-195-ös Republic Dropship with AT-OT Walker, szóval a mindenki által ismerős Republic Gunship átalakított verziója, ami ugye ezeket a nehéz lépegetőket tudja szállítani, az AT-OT pedig All Terrain Open Transport. Minden terepen használható, nyitott szállító jármű, és ugye emiatt is van 8 lába, hogy mindenféle terepakadályt le tudjon küzdeni. Ahogy láthatjátok, eléggé méretes ez a készlet. Tényleg meglepő, hogy ilyen kevés elemből ilyen komoly méreteket lehet összehozni, hiszen csupán 1785 elemből épül föl, és ahogy láthatjátok, majdnem egy egész polcot meg fog enni mögöttem, szóval félelmetes, és ugye ez már egy elég régen nyugdíjba vonult készlet, maga a megjelenése 2009 március volt, és nyugdíjba pedig 2011 novemberébe vonult. Elég hosszú ideig volt megvásárolható, de azóta közel sem adtak ki hasonló készletet, ami eléggé nagy kár. De hát, hogyha nagyon szeretnénk megszerezni, akkor van lehetőség a újraépítésre, mivel ezt nem teljes készletként vásároltam meg, most a Bricklink árakat megnézve 300 000 forint környékén lehet venni egy teljes készletet ebből, ami már nagyon szűnséggel bontott és összerakott egyszer, ami azért valljuk be nagyon sok pénz, és hogyha az alkatrész listát megnézzük, akkor pedig azt láthatjuk, hogy nagyjából féláron vagy, hát az eredeti járnál ilyen 20-30%-kal drágábban össze lehet rakni, de attól függ tényleg, hogy milyen minőségű alkatrészeket vásárolunk, hogyha beérjük azzal, hogy mondjuk sérültebb, enyhén karcosabb, egy kicsit elszíneződöttebb elemekkel építünk, akkor nyilván sokkal olcsóbban ki lehet hozni, mármint nem 10 000 forintból, nem is 80 000 forintból, hanem kicsivel többből, viszont mégse 300 000 forintból, ha pedig a jelenlegi, amit itt láttuk előttem, nagyjából ezt a szintet szeretnétek, ami nem tökéletes, de is szerethető, az 100 000 forint fölötti összeg. Tehát azért a zsebünkbe kell nyúlni, és a minifigurákat nem szereztem be hozzá, mivel nem éreztem szükségesnek. Ugye alapból 8 minifigurát kapunk hozzá, ami hát egész sok, de az képest, hogy mennyi férőhely van magába a lépegetőbe, ez elenyésző. És hogyha még egy nagyon picit visszakanyarodunk az árhoz, a régi ár, a régi listára, amit még láttam viszont eladónál, az 87 000 forint környékén volt, ugye ez már mikor volt? 10 éve, több mint 10 éve, szóval nem volt olcsó készlet akkor sem, de hát értitek, hogy miért szeretik ennyien, tehát elég különleges és eléggé vagányul néz ki ez az egész így együtt. Még mert jobban belekezdek a készlet ismertetésében, két dolgot szeretnék még kiemelni, vagy elmondani. Az egyik az, hogy ugye ez kellettek matricák is, és az eredeti matricaív eléggé húzós lett volna, ha most jól látom, lehet vásárolni ugyancsak Bricklinken új matricévet, ami eredeti 73 000 forintért, ami óriási mennyiségű pénz, és hogy ez így nem. És egy kis kutakodás után megtaláltam a BrickStickerShop.com-ot,
ahol nagyon sokféle utángyártott matricát lehet vásárolni, elég jó árakon mozognak, és nem csak Star Wars készletekhez, hanem más tematikákhoz is, de Star Wars-on belül a nyugdíjba vonult készletek közül nagyon sokhoz készítenek matricákat, és ha jól láttam, lehet hozzájuk fordulni egyedi, hát egyedi igényeket, tehát hogyha valami olyan készlet, ami már gondolom nyugdíjba vonult, de még nincs még fönt, akkor el lehet küldni nekik, és gondolom mérlegelik, hogy kiadják ők is újból, de ennek a folyamatnak ezt a részét annyira nem ismerem, hogyha esetleg ti már ezt kipróbáltátok, akkor nyugodtan írjátok meg, mint tapasztaltok, visszakanyarodva az eredeti részhez. Tehát ehhez a készlethez 7 euró 25 centért lehetett utángyártott matricát vásárolni, ami kiváló minőségű volt. Ez egy kicsit vastagabb műanyagból készül, mint ami a Lego gyári matricája. Emiatt én úgy érzékeltem, hogy a enyhe felületi karcokra sokkal jobban tud ráilleszkedni, ugye nem üt át rajta, és hogy nagyon ki tudja itt tölteni ezeket a sérüléseket. Ez fülként itt a pilóta fülke üvegén volt szerencsés, mivel azokban nem tudtam újat szerezni, és ilyen enyhén karcosak voltak, és féltem, hogy milyen az a transzparens matrica rész, de ahogy láthatjátok, tökéletesen működik, szóval csak ajánlani tudom. Linkelem a videó alá a weboldalukat. A másik pedig, hogy ugye, ahogy említettem, Bricklinkről szedtem össze ezt a készletet, alkatrészenként rendelve. Több boltból kellett rendelnem, de ahonnan a legtöbb alkatrészbe tudtam szerezni, az a Kocka Corner webshopja volt, ahol tényleg óriási nagy kínálat volt mindenféle, vagy kínálat van mindenféle régebbi és új alkatrészből. Szóval nagyon köszönöm azt, hogy ilyen sok mindent meg tudtam szerezni egy helyről, és hogyha esetleg ti is belekezdetek valami építésbe, vagy van valami hiányzó alkatrészetek, és szeretnétek megvásárolni, akkor itt a Kocka Cornernél nyugodt szívvel megtehetitek, és ennek a linkjét is csatolom itt a videó alatt. Szerintem kezdjük a dropshippel a bemutatást, el is teszem az AT-útét, remélem valami biztonságos helyre, ahol nem fogok rálépni, és nem esik le. Ez mindig érdekes folyamat, hiszen 8 tappancsa van. Szóval dropshipünk ugye a legnagyobb a készletben, leginkább a szárnyainak köszönhetően rendkívül széles és meglehetősen hosszú is. Ahogy láthatjátok, kapunk hozzá egy ilyen fogót, amit a tetejéből tudunk kihajtani, és első ránézésre nem biztos, hogy a legstabilabbnak tűnik, hiszen csak 2 Technic Lift Arm rögzíti, és az is egy kicsit így impolyog, de tökéletesen teljesíti a feladatát, illetve a tetejéről sem nagyon akarnak lehullani így ezek az alkat részek, amiket fel kellett ráhelyeznünk. Ugye, ahogy mondtam, ez nem teljesen a gyári készlet, hiszen ugye az alkatrészeket össze kell szedegetnem, és mivel egy régebbi kiadásról beszélünk, emiatt több olyan alkatrész is volt benne, amit már nem gyártanak, hanem annak valami utód termékét, vagy hogy abból az adott színből nagyon drágán lehetne vásárolni, mert már ugyancsak nem gyártják, vagy gyártják, és csak mondjuk egy-két készletben van benne egy-két darabban, ami ugyancsak drágítja. Hát véghez kellett vinni kisebb-nagyobb változtatásokat. Egyfelől itt a hajtóműnél láthatjátok, hogy sötét-szürke ez a Technic kerék, pontosabban 5 darab hajtóművenként, ami az eredeti készletben sötétkék lenne. Ugye itt ez elég sok pénzt meg lehetett rajta spórolni. Ugyancsak ez mondható el, itt ez erről a nagyméretű slope-ról, ami a szárny tövébe van, és ugyanilyen slope helyezkedne el itt az orránál is. Mind a kettő fehér lenne, amit ugyancsak nem gyártanak, és használtból pedig már egyszer megfogadtam magamnak, hogy használtat lehetőleg nem veszek, mert
ugye nagyon könnyen megsárgulnak az évek folyamán, és ugye ki lehet fehéríteni, de hogy macerás, és hogy jobban megéri akkor újat venni. Szóval, mivel így drágának találtam, hogy még külön foglalkozni is kelljen vele, a szájhoz sötétkék színűt vásároltam, az orrészhez pedig világos szürkét, és szerintem tökéletesen passzolnak ide. Talán ami egy kicsit ilyen aggodalomra adott okot, hogy a szárnynál a matrica is sötétkék felületeket kapott, és feltem, hogy így nem fog látszódni ezen a sötétkék szlópon, de szerencsére egészen látható, nyilván egy fehér alapszínnél jobban kirajzlódna, de én úgy gondolom, hogy ennyi változtatás bőven belefér és meg is éri. Illetve még a technikkerekekre visszatérve, lejjebb is van egy kis változtatás, ugye itt a leszálló talpnál, illetve ez még ugye az ATOT-t is rögzíti a film szerint, tehát ezeknél is láthatjátok ezeket a technikkerekeket, ezek is sötét szürkék lettek, alapból viszont ilyen sötét homokbarnák, és ezek is ritkák és nagyon drágák, szóval ez is egy nagyon jó spórolási lehetőség, hogyha erre a sokkal gyakoribb színű elemre cseréljük le. Amit még nem tudtam akkor, hiszen még annyira nem ismertem az alkatrészeket, itt például a szárnyban lévő alkatrészek, ezek a szó szerint szárny elemek, amit mondjuk például itt láthatok a törzs középső részében is, kiadtak egy újabb verziót belőle, aminek másmilyen az alsó struktúrája, és ezt, amikor vásároltam hozzá az alkatrészeket, sajnos nem tudtam, pedig ugye a Bricklink jelzi, hogyha van valamiből újabb kiadás, és emiatt itt egy kicsit drágábban, meg egy kicsit macerásabban tudtam a régebbi kiadású, minimálisan megsárgult fehér szárnyelemeket megvásárolni, ami miatt egy kicsit szívtam is a fogamat, de hát így jár az, akinek nincs elég tapasztalata még így a vásárlásba. Szóval, ha esetleg neki látnátok egy ilyen gépnek a megépítésébe, alaposan nézzétek át, hogy milyen elemeket érdemes frissíteni a listában, hiszen több ezer, vagy akár 10-20 ezer forintot is meg lehet fogni ezen. Visszatérve magára a jármű jellemzésére, itt a felső részen egy matricát is el kell helyezni, igazából túl sokat nem ad hozzá az egészhez, de jól néz ki. Itt a hátsó részen kapunk egy löveget, illetve fölött láthatjátok, hogy ez a Modified Tile ilyen mozgatható kialakítást kapott, ami nem azért van, mert egy ilyen játékfunkcióként tárolási lehetőséget kapunk, hanem ezt a döntött felületet így oldották meg, szóval ne tévesszen meg senkit, és ilyen dolgokkal még találkozhatunk ezen a hajón. Ugye alatta pedig megkapjuk ezt a jó kis forgó ágyút, ami nem akar szétesni, szerintem elég stabilis lett, és tök jól néz ki. Mondjuk tároláskor egy kicsit vicces szokott lenni, hogy általában meg szokott akadni, ahova rakom, mert elfelejtem, hogy ez itt van rajta. Ha megnézzük oldalról, akkor pedig láthatjátok, hogy még ilyen oldalsó kis matricákat is kapunk. Igazából ezek nem is tudom, milyen légbeömlők lehetnek, vagy ami hasonló alkatrészeknek a mintázata. Ez is jó pofa részlet, de annyira nem jelentős, mint mondjuk az orránál helyezhető matrica, de még ne haladjunk annyira előre. A két szárny tövében el tudunk helyezni egy-egy ilyen rakétakilövőt, ami, hogyha jól látom, mennyi 4 rakétából áll, és ami tök király, hogy nem egyesével kell kipöckölgetni őket, hanem egyszerre ki tudjuk lőni mind a 4 rakétát, egy ilyen egyszerű technikás kilövő szerkezetnek köszönhetően. Szóval ez egy eléggé király részlet, meg nagyon jó játék lehetőséget kínál. Ahogy mondtam, találkozhatunk még ezzel a
hincses megoldásra, tehát hogy azt hinnénk, hogy fel tudjuk nyitni ezt a részt, pontosabban fel is tudjuk nyitni, viszont itt sem kapunk játékfunkciót, vagy tárolás lehetőséget, itt magát a technik szerkezetet tudjuk megnézni, de ez sem azért ilyen kialakítás, hogy így felnyitogassuk, hanem ugyancsak ez a, emiatt a döntött felület miatt oldották meg ezzel, de ez így egy talán kicsit megtévesztő lehet, hiszen már hozzászoktunk, hogy nagyon sok minden így nyitogatható ki. Hogyha már így el is érkeztünk a pilóta fülkéhez, ennek egy ilyen sötét, transzparens színű üvegfelülete van, amiből nem igazán tudtam újat beszerezni, szóval miért egy kicsit karcos, ezt bocsássátok meg nekem. És nagyon puritán az egész pilótafülke kialakítása, hiszen nem kapunk benne semmilyen műszert, még hát jó, egy ülésszerűséget csináltak bele, de hogy nagyon üres. És ezen egy kicsit meglepődtem, hogy ide talán egy kis matrica odaférhetett volna, bár ugye pont ahogy az a szélvédő elem beérkezik, emetek teljesen rásimul erre a sötétkék színű wedge-re, és talán emiatt van az, hogy nem ragasztottak oda semmit, mert beleakadhat és le tudja tépni vagy leszedni. Szóval látom benne az okokat, de hát megpróbálni meg lehetett volna. Az a hajó oldalán még kapunk több matricát, ugye ezeket a sárga színű háromszögeket, illetve itt ezen a Modified Tile-on egy elég nagyméretű matricát is, és pontosabban el kellett helyezni kettő-kettő ilyen gumis bordázott fekete csövet, amik eléggé feldobják. Cserébe viszont így figyelmeztet minket, hogy a hajótörzsnél nem éppen a legszerencsésebb megfogni, majd meg lehet, de hogyha már van egy jól kidolgozott emelő vagy fogó, akkor ne így emeljük meg ezt a szerkezetet. Hát, hogyha már említettem, ugye itt a hajó orrán kapjuk meg a legjelentősebb matricákat, hiszen eldönthetjük, hogy ezt a klónkezet kapjuk meg, ahogy éppen egy droid fejet, gondolom téple, vagy azzal készül ütni, és ez nagyon királyul néz ki. Vagy pedig másik lehetőségként egy ilyen vompa fejet lehet felragasztani. Ugye ez a felemetes nyitott hegyes fogakkal, szarvakkal, de nekem igazából ez a droid fejes sokkal jobban tetszett, de hogyha már van lehetőség, akkor például lehet venni tartaléken szlópot, ugye kettő darabot, és felragasztva rá tudjuk kombinálni. Illetve még fölött, amit nem mondtam, el kellett helyezni ugye ezt a köztársasági emblémát, aminél az volt a szerencse, hogy ezt matricaíven küldték, majd hozzá a matricát, és nem kellett a printelt verziót megvenni, amire ugyanúgy van lehetőség, csak már egyre ritkább és egyre jobban drágul ez a kis elem, és ugye ez is fehér, és ez is nagyon érzékeny mindenre, szóval ez nagyon király, de amúgy lehet vásárolni így csak ilyen köztársasági emblémás matricákat is, csak azt úgy, csak erre a projektre úgy külön egy kicsit drágának találtam. No de, visszatérve erre a dögre, ezt az oldalsó szlópot mindkét oldalon föl lehet emelni, eléggé jól kialakított módon, hiszen nem csak így felnyílik, hanem egy mint egy jó garázsajtó még pluszba tudjuk mozgatni, és hogy teljesen hozzáférjünk így a belső részéhez, ahol mi más találhatnánk, mint tartalékrakétákat a szárny alá, összesen kettő sornyit, azaz 8 darabot, ami ugye azt jelenti, hogy egyszer újra lehet tölteni mindkét rakétavető egységet. Ez is nagyon könnyen hozzáférhető, nagyon jól vissza lehet helyezni, és még kapunk egy ilyen plusz kis lehajtató rámpát is, amivel hát talán a valóságban, egy kicsit idézőjesen valóságban könnyebben be tudták tölteni ezt. Ezt most pontosan nem tudom megmondani nektek, hogy pontosan mit célt szolgált, hogyha az oldalt is fel lehet nyitni.
ennek az egésznek. Oké, és nem maradt más hátra, mint a hajónak az orra. Ugye eléggé szép kilakítást kapott, jó ránézni. Az arra alsó részén kettő ilyen löveget kapunk, ezek teljesen világos szürke színt kaptak, szóval eléggé klasszikus kinézetű, és nagyon jól is néz ki. Ezeknek talán egy kicsit könnyen le tud esni maga az egész gömb, mivel ilyen hinge-eken van rögzítve, és hát ez nem éppen a legstabilabb dolog, erre érdemes figyelni, amikor felemeljük, hogy beütközzön valamibe. Illetve még itt az orrrésznél találkoztam azzal a problémával, hogy ezt az ívelt kis kockát is megváltoztatták az évek során, és a régebbi volt benne a listában, amit nem cseréltem ki, és emiatt macerásabb volt beszerezni, és az is sárgultabban érkezett, szóval ezt is érdemes kicserélni az újabb, sokkal könnyebben hozzáférhető verzióra. És akkor most azt mondhatnánk, hogy ennyi volt így a dropship, de nem. Mivel kapunk egy nagyon izgi és nagyon jó funkciót, hogy teljesen tudja a feladatát, amire teremtették, tehát hogy az ATOT-t fel tudja emelni, és ehhez pedig egy ilyen technik szerkezetet kapunk az alján, ami hát ránézésre nem tűnik a legérdekesebbnek, minimálisan tűnhet esetleg bonyolultnak, illetve még egy kicsit visszaállítom a gumiát, hiszen ez a készlethez összesen 3 darab gumit is fel kell használni, ami ugyancsak egy veszélyes téma a vásárlás, mivel eléggé drágák ezek a gumik, ilyen 1000 forint környékétől van jó árba, és határ csillagos ég, és eléggé sok helyet kell megnézni. Igen, ez egy fájó pont ebben a készletben, hogy ez a 3 gumi 3-4 ezer forint, és azt hiszem itt is csak 2 helyről tudtam beszerezni, mert 2 külön helyről kellett rendelni, még más alkatrészt is amiatt. Szóval így még plusz 2 szállítás is volt, tehát igen, aminél ilyen gumis dolgok vannak, ott gondoljátok meg, hogy tényleg megéri-e beszerezni. Az az aggodalmam egy kicsit, hogy ugye itt a folyamatos használat miatt nem tudom mennyi ideig fogja bírni ez a több éves gumi. Emiatt próbálom pihentetve tárolni őket, tehát itt normál állapotban egy ennyire megfeszített állapotban lenne a gumi egész végig, így üzemkész a gép, de hát nem hinném, hogy ez túl jót tesz neki, szóval szerintem erre is érdemes odafigyelni, hogy minél tovább játszható legyen, minél tovább élvezhető legyen. Tehát az ATOT-nak a közepén kapunk egy ilyen emelőt, ami nem csak arra szolgál, hogy meg tudjuk fogni és fel tudjuk emelni, hanem hogyha ezt kitámasztjuk ezzel a technikámmal, akkor ilyen kihúzott állapotban marad, és ez azért kell, hogy a dropshipünk fölé tudjon állni, és hogy ebbe be tudja akasztani a saját kis technikákapó szerkezetét. De ez nem elég ehhez, hiszen a lépegetőnek az orra hosszabb, mint amennyi hely van a hajón, tehát beleakadna annak a pilótafülke alsó részébe. Emiatt megoldották nekünk, a nyaki részt vissza tudjuk hajtani, illetve a magát a fülkét pedig fel tudjuk hajtani, ugye ez annak köszönhetjük, hogy ez a nyaki rész egy szellősebb, és így felhajtást követően egy viszonylag üres, ilyen platós részt kapunk. Emellett pedig ezt a két frontális ágyút is fel kell hajtani, hogy teljesen elférjen minden. És hogy így nézzük meg ezt a lépegetőt, eléggé vicces, nem tudom, olyan, mint egy furcsa gémmódosított teknős 8 lábbal, hogy éppen behúzza a nyakát, vagy nem is tudom. Tehát megfogjuk a dropshipünket, és teljesen itt a fogó fölé illesztjük, és ezt követően pedig határozott mozdulattal rá kell ejteni a technik brickre, ami most elsőre nem sikerült, de egy kis mozgatás után beletaláltam, és ezt követően pedig
teljesen stabilan illeszkedik a lépegető a dropshiphez, és fel tudjuk emelni is. Nem a legkényelmesebb, mert elég nehéz, és azért egy kicsit imbolyog is, illetve tárolni se nagyon tudjuk így, hiszen hogyha lerakjuk, akkor igazából nincsen felület, amin kényelmesen meg tudna támaszkodni a hajó. Tehát tárolni is így szétszedve érdemes, mint a két járműre bontva. De játszani viszont a kettes, és ez egy tök jó funkció. Eléggé érdekes volt az építése is ennek a technik szerkezetnek, és tényleg nagyon jól ki is dolgozták, szerintem elég strapabíró is, de nagyon nehéz, szóval, hogyha nem haragudtok, ezt le is veszem. Szétszedni is hasonlóan egyszerű, de a sárga, vékony liftármokat kell benyomni, és így a rugónak köszönhetően hátra kerül ez az alsó axle, és visszahúzhatóvá válik az egész. Nagyon könnyen leválik róla, és már repülhet is tovább felvenni a következő lépegetőt. És hogyha már itt van előttünk az ATOT, nyilvánvalóan azt is nézzük meg egy kicsit részletesebben. Fej résznél, hogyha megnézzük, pontosabban pilótafülke résznél, itt le tudjuk hajtani a tetejét, illetve az oldalán a kettő szélvédő elemet, és így ide be tudunk helyezni minifigurát, és sajnos itt se kapunk ilyen kezelő panelt, vagy kezelő felületet, szóval ez úgy tűnik egy eléggé nagy hiányosság ennél a készletnél, mindkét jármű esetében, de szerintem ezt nagyon könnyen lehetne módosítani is, hogyha lenne hozzá kedvem. Ha ezt visszahajtjuk, akkor egy kicsit jobban meg tudjuk nézni, hogy a nyak is milyen egyszerűen működik, pontosabban a visszahelyezésre, és cserébe viszont ilyen visszahajtott állapotban talán egy picit furcsán nézhet ki, hogy ilyen nagy üres tér van itt a technikelemek alatt, de hát őszintén hozzá lehet szokni. Az ágyúkat pedig ugyanúgy nagyon egyszerűen normál állapotból tudjuk helyezni. Ugye nyilván sokkal jobb lenne az orr részén is ez a hátsó részen, vagy a hajón látható ágyú, tehát aminek ilyen gömb az alapja, de hogyha jól gondolom, az kevésbé fért volna el, és aztán egy kicsit így sérülékenyebb lehet, hogyha a hajóhoz folyamatosan hozzáér. Emiatt gondolom azt, hogy ezt a megoldást választották. Mivel ugye ez egy szállító jármű, ez élő erőt szállít, tehát klónokat lehet benne elhelyezni, és összesen 16 ülést kapunk. Ugye itt is életbe lépett a spórolási technikám, és egy kis színcserét alkalmaztam, mivel eredetileg sötét zöld üléseket kapnánk ehhez, amik mérsékelten ritkának számítanak manapság, és hát úgy gondoltam, hogy a sötét szürke ülés is bőven megfelelő lesz bele, de igazából mindenki saját magának dönti el, lehet, hogy piros üléssel meg sokkal vagányabb, vagy esetleg sárkával sokkal vagányabb lehet egy kis színnel feldobva, de nyilván az a sötét kék ülés, pontosabban a sötét zöld ülés a legszebb benne, a sötét kék se lehet rossz. Az oldalán itt el kellett helyezni kis lézervetőket, ugye, 2-2 közepes méretűt és 1-1 ilyen nagy méretűt, ami nagyon könnyen tud forogni, viszont hogyha klont próbálnánk beállítani mögé, ami mondjuk hát így néz neki, az eléggé furcsa lenne, hiszen egyrészt nem látszódik ki az oldalfal mögül, kettő nem is tudja megfogni a fegyvert, maximum így az ülésre állítva tudjuk elhelyezni, ami ugyancsak nem egy kényelmes technika, de hát legalább megkapjuk ezeket a részleteket is. Illetve még hátul láthattok egy rámpát, aminek köszönhetően ami ugye nyilvánvalóan azt a cél szolgálja, hogy rámpaként működjön, és hogy fel lehessen szállni a katonáknak. Viszont így normál állapotban eléggé meredek ez az egész, nem lenne túl kényelmes ezen fölmenni, nem is biztos, hogy föl lehet.
Igen, nagy valószínűséggel valamilyen hát dokhoz lehetne alkalmas a használata, tehát valami olyasmi részt kéne építeni, ami megegyezik így a lépegető magasságával, és arra helyezne, arról töltenék föl legénységgel, vagy éppen amit szállít. Ez egy kicsit furcsa tud lenni, de nyilván itt se lehetett volna sokkal nagyobb az az egész, mert ahogy láthatjátok, így is hát elég jelentős helyet tud elfoglalni. Végül pedig itt a hátsó részen még kapunk kettő ágyút is, ezeknél viszont a hajón átérő módon rövidebb az ágyú csöve és fekete szín kapott. A lépegetőnek ugye 8 lába van, elég sok díszt kellett felhasználni hozzá, változó méretben, ugye van ez a 6x6-os méretű, ami viszonylag könnyen hozzáférhető és tök jól néz ki, viszont alapból 4x4-es dissek printeltek lettek volna, ami nem csak ezen a részen, hanem magának a dropshipnek itt ezen a csatlakozó talpának a tetején is ugyanaz a printelt elem lett volna, ami szép is jó, de hát ha átlagárat nézve, a használtnak az átlagára 5000 forint körül mozog, tehát mondjuk 2-3000 forintért le lehet csapni egy-egy darabokra, az új pedig 8700 forintba kerül átlagosan, amit hogyha felszoroztok 10 darabban, mert annyi kellett volna, lehettek, hogy ugyanott tartanánk, mint a matricás dilemmánál, szóval itt is egy határozott döntéssel a sima, egyszerű, printelés nélküli díszeket használtam föl, és hogy láthatjátok, így is fenséges a látvány. Ami a lábnál talán egy kicsit fájdalmas lehet, az az, hogy az oldalán ezek a slope-ok, illetve a round brickek nagyon könnyen le tudnak jönni, ha rosszul fogjuk meg ezt az egészet. Tehát, hogyha megpróbáljuk még hízítani a lábat, és rosszul fogjuk meg, akkor igazából eléggé könnyen lejönnek, mondjuk pont most azt láthatták, hogy egy kicsit meg kellett felküzdenem, de higgyétek el, hogy tegnap, amikor pakoláztam, sikerült levernem, és nem nagyon tetszett, tehát főleg itt az alján egy kis rossz mozgat, és már putyog le róla, ami hát egy lábnál még oké, de ha 8 lábnál intézzük el ezt a remek dolgot, akkor már egy kicsit fájdalmasabb tud lenni. Illetve még így egy kicsit a lábakra, hát nem is visszatérve, de a lábakat tekintve, ugye ezeknél a lépegetőknél gyakori dolog szokott lenni, hogy amikor lerakjuk, akkor furcsán áll a láb, ugye az ATT-nél a középső láb, ami kicsit kijebb van az első, meg a hátsó két lábhoz képest, az szokott így egy kicsit össze-vissza lógva elhelyezkedni. Itt pedig a 8 láb elég komoly mennyiség, és amikor lehelyezzük, akkor hát nagyon könnyen lehet ilyen érdekes pózokat létrehozni vele, amire ugye nagyon egyszerű megoldás van, egy kicsit meg kell mozgatnunk előre-hátra, és így a nyugalmi helyzetbe kerül minden, de erre is érdemes odafigyelni, hiszen nagyon egyszerűen orvosolható ez a probléma, és 8 láb, ezért zseniális, valljuk be. Az eredeti készlettől eltérően itt a utángyártott matricának köszönhetően kapunk egy UCS tábla matricát is, ami kicsit keskenyebb, mint a mostani UCS tábláknak a magassága, viszont ugyanazt a jó kis dizájnt kapja a kis kék rajzzal, és elolvashatjuk róla a dropshipnek, illetve az ATOT-nak is a fő adatait, ami nagyon jó kis időtöltés lehet, jó ránézni. Itt igazából meg kellett tervezni a táblának az alapját hozzá, de ez sem volt egy túl bonyolult művelet, igazából hinge-ekkel oldottam meg a döntést, és a matricaval érintkező rész ugye tájlokkal vagy csempékkel van kialakítva, kettő darab 6x6-os fekete táj, illetve kettő darab 2x6-os fekete táj, viszont ezek tudnak egy kicsit drágák lenni. Tökéletes megoldás az, hogyha az 1x6-os tájlókból rakjuk végig, hiszen most, ahogy építem,
a Death Star 2-t, amiről majd valamikor érkezik bemutató, annak is a táblája még ilyen megoldással van gyárilag kialakítva. Szóval semmi pánik, nagyon egyszerűen meg lehet oldani ezt is. Ilyenek a minifigurák, ugye ezekből nem vásároltam be, és lehet, hogy van itthon, sőt szerintem itt szemezgetek vele a szembe lévő polcon, de most nézzétek el nekem. Igazából kétféle klón troopert kapunk hozzá. Az egyik egy klónpilóta, neki a sisakján ugye ez a sárga csík látható, illetve ez a két piros motívum a sisak elején. Torzóján pedig itt a nyaka alatt, a mellkas felső részén pedig, hát hogyha jól gondolom, ilyen légzéssegítő készülék látható, ugye a gégecső látható oldalt, mint ahogy így a vadászgépeknél, illetve a többi ilyen űrhajónál, vagy leszálló egységnél, hogy láthatjuk ugye a légkörbe, hogyha esetleg nincsen elég levegő bizonyos szinteken, szegénykéim ne fulladjanak meg. Tehát ő az egyik minifigura, amit amúgy 2008 és 2009 között gyártottak csak, és összesen 4 készletben jelent meg. Ennek ellenére nem olyan vészesen drága, nagyjából 16 euróra lehet becsülni az értékét. Végül pedig kapunk még 6 darab Clone Troopert is. Ők ugye ugyanúgy néznek ki, hiszen klónok, nagyon jó a kialakításuk, Phase 1-es sakjuk, úgy, mint a pilótának, csak nem mondtam, és velük pedig 12 készletben lehet találkozni, ők azért elég gyakoriak voltak, meg még mindig elég gyakoriak tudnak lenni. Ugye az alkatrészeket egyesével vásárolgattam össze, így füzetet, vagy összerakási útmutatót, illetve dobozt nem vásároltam hozzá, mivel nem éreztem szükségesnek, illetve az is eléggé húzós tud lenni. Gyakorlatilag ugye a LEGO oldalán digitálisan elérhető nagyon sok, vagy nagyon sokáig visszamenőleg mindenféle készletnek az összerakási útmutatója. A feltöltési minőség hagy maga után némi kívánnivalót, eléggé hát rossz a szín visszaadás, meg a felbontása az igazi. Nyilván megvan az oka ennek, hogy miért ilyen spórolós az egész, de legalább megkapjuk, és ingyen fel tudjuk használni az építéshez. Tehát 3 füzetből áll a gyakorlatban, és mind a 3-nak az elején emeltek ugyanaz a kép volt látható, itt a geonosis-i háttérrel egy tök jó harci jelenetbe beállítva a két gépet, illetve a klónkatonákat így elszórva körülötte. Érdekességként most éppen itt Bricklinken meg van nyitva előttem, összesen 1 darabot hirdetnek jelen pillanatban használtban és újban is az összerakási útmutatóból. Használtan 12.943 forintért, újonnan pedig kapaszkodjatok meg 176.000 forintért, ami nagyon durva. Nyilván a 170.000-es nagy valószínűséggel nem fog túl hamar elkelni, de ahogy láthatjátok, eléggé népszerű ez a készlet, hogy még hogy ennyire kevés elérhető füzet van belőle. Tehát ez azt jelenti, hogy minden gazdára talált. A dobozát, hogyha megnézzük, az alapból egy egész nagyméretű karton volt. Az elején ugyanaz a kép látható, mint ami az összerakású mutatón is, csak ugye itt kiegészül a további információk, hogy 14 pluszos a készlet, meg hogy hány elemből épül fel, illetve az alsó sorokba pedig láthatjuk összecsatolva a két járművet, hogy éppen megemelik, tehát bemutatva, hogy milyen játszhatósági funkciót kapunk. Ha jól látom, ezen az eléggé rossz képen a doboz tetején minden 8 klón troopert megkapjuk felsorakoztatva, és gondolom ők egy-egyes méretarányban szerepelnek. A doboz hátulján, hogyha megtalálom, mert több oldalon van megnyitva ez az egész, tehát a doboz hátulján pedig elég sok képet látunk, ez LEGO-tól kicsit szokatlan módon eléggé zsúfolt mozaikrendszert kapott. Itt ilyen folyamatábra is látható, hogy hogyan van összekapcsolva, és hogy milyen
személyre szabás lehetőség van ugye a hajó orrán, illetve kiemelnek még egyéb részleteket is. Ez meglepően sok dolgot tartalmaz, de hát ez egy régi doboz design, most már más miatt kapunk, nyilván okkal. Ezzel pedig a videó végéhez is értünk, remélem tetszett ez a tartalom, és ugyanannyira felspanolt titeket is ez a alkatrészenként összeszedett építés, mint engem. Szerintem nagyon jó folyamat, és nagyon sokat lehet tanulni arról, hogy milyen elemekből állnak, hogyan oldják meg az építéseket, és hogy milyen lehetőségek vannak így, így a hát, spórolását azt mondom, hogy az észszerűsítésre, főleg a régi készleteknél, illetve hogy milyen változás van egy-egy elem kiadásai között, hiszen valamiből már a harmadik kiadást láthatjuk az eredetihez képest, szóval ez tök izgi tud lenni, hogyha érdekelteteket ez a téma. Szóval a matrica a brickstickershop.com-ról van, hogyha szeretnétek, akkor ugye a videó alatt megtaláljátok a linket, illetve az alkatrészek nagy része pedig a Koszka Corner-től, és hozzá is a videó alatt található link. Ha tetszett a videó, akkor kérlek, lájkold be, illetve, hogyha még nem tetted meg, iratkozz is fel a csatornámra, ahogy látod, vagy láthatod, vannak még itt nagyobb építések folyamatban, szóval előbb-utóbb ezekre is sor kerül, és megmutatom nektek, hogy milyen izgalmas dolgokat lehet felépíteni Legóból. Hamarosan találkozunk, sziasztok!